Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp július 31-én és augusztus 1-én. Az energia hasonló, tehát így összefűztem ezt a két napot. Az indiai asztrológiában vannak az úgynevezett jógák. Ez kapcsolatokat jelent a bolygók, a nap és a hold között. De vannak más jógák is, mint például az ujjaink jógája. Itt most mutatok egy gyakorlatot. Ez használható egy új kezdetnél, amikor félelmek vannak, hogy lesznek nehézségek, problémák, akadályok. Ez a gyakorlat segít ebben, hogy eltávolítja az akadályokat, fellélegezhetsz, hiszen felszabadít olyan gondolatoktól, érzelmektől vagy kapcsolatoktól, ami nyomasztó volt számodra. Tehát ennek a gyakorlatnak van egy megnyugtató hatása is. Az egyik kezedet így az ujjakat befele fordítod, a másikkal pedig így megfogod. És amikor összenyomod a kezedet, de ne túl erősen, akkor lélegezz mélyen be, engedd kicsit el, és lélegezz ki. Így eltávolodnak a gondok, a problémák. Tehát mutatom a gyakorlatot. Utána megfordítod, és másik irányba ugyanúgy ezt a gyakorlatot végezheted. Különösen, amikor egy új kezdetről van szó, vagy ha félelmek vannak, negatív gondolatok, ettől megszabadít téged ez a gyakorlat. Július 31-én a hold a Purvapalguni holdházban van. Itt van egy szimbólum, egy ágy. Ez lehet, hogy egy új ágyat veszel, vagy valamit a hálószobában rendezel, valamit átalakítasz, tehát ennek is lehet egy jelentősége. Ez a holdház azt jelenti, itt meg lesz a testi kapcsolat, a biztonság érzete, de nem csak szerelemről van szó, hanem az anyagiakról is, hogy rendezd az anyagiakat. Augusztus 1-én a hold áttér az Uttarapalguni holdházban, itt szintén a szimbólum egy ágy. Ez lehet egy ágynak vagy ágyneműnek a vétele is, de utalhat a hálószobára, tehát a szerelmi kapcsolatra is, hogy itt lesz egy testi közeledés. Itt az energia hasonló, mint a Purvapalguni holdházban, de sokkal érzékenyebb, lágyabb, gyengébb. Mars bolygó, Uranus bolygó és Ráhu a felfele mozgó kármikus csomó a kos jegyében van. Ez lehet egy új irány, egy új kezdet, változások, különösen ami a férfiakat illeti. Vénusz bolygó, azaz ikrek jegyében van, és az ikrek jegye és a kos jegye barátságban áll egymással, tehát itt megvan a harmonikus kapcsolat köztünk hölgyek és a férfiak között. Merkur bolygó 31-én még a rák jegyében van. Itt cselekvésekről van szó, vagy kommunikációról. Nálunk hölgyeknél ez előnyös, megvan a könnyűség, megvannak a kapcsolatok, a mozgás, viszont a férfiakra nem hat ki jól, vagy vannak nézeteltérések, vagy félreértenek valamit, visszahúzódnak, vagy lesz egy előnytelen szerződés. Viszont augusztus 1-én Merkur bolygó áttér az oroszlán jegyébe, és ettől a naptól kezdve előnyös ez a kapcsolat vagy a beszélgetés nálunk hölgyeknél is, és a férfiaknál is. És akkor lehet egy jó szerződés, tisztázódik valami, vagy lesznek jó beszélgetések. Augusztus 1-én
Mars bolygó és Uránusz bolygó egy úgynevezett konjunkcióban áll, és az azt jelenti, hogy együtt hatnak. Uránusz bolygó hatása alatt lehetnek meglepetések vagy változások. Tehát ha valamit tervezünk, lehet, hogy másképp alakulnak a dolgok, mert lesz egy nagy meglepetés. De azt is jelentheti, hogy a férfiaknál lesznek most döntések és változások. Most ennél a napi horoszkópnál bemutatok egy újdonságot. Mégpedig azt, hogy július 31-én Mars bolygó, az a Kos jegyében van. Mars bolygó itt jól érzi magát, hiszen uralkodik a Kos jegye felett. Ez jelenti az életerőnket, vagy a bátorságot, a cselekvéseket a férfiaknál. Hogyan alakulnak a dolgok? Milyen irányba? Mi következik? Itt ehhez jön egy szkorpión energia. Mars bolygó uralkodik a szkorpión jegye felett, és tehát még mindig megvan ez az erős hatás, és mivel a szkorpión jegye utal szexuális témákra is, ez érezhető lesz ezen a napon a férfiaknál. Nem csak július 31-én, hanem ugyanígy 6 augusztus 1-én is. Vénusz bolygó július 31-én az ikrek jegyében van, és ehhez jön egy új irány. Milyen irányba változnak a dolgok? Ehhez jön egy bika jegyéből induló energia. Mégpedig az azt jelenti, hogy fontos számunkra, hölgyeknél a biztonság érzete az anyagiakat illetően is. Meg lesz a nyugalom, a szép környezet, élvezzük az életet, élvezzük ezt a párkapcsolatot. Augusztus 1-én változik a helyzet. Vénusz bolygó a napi horoszkópban még mindig az ikrek jegyében van, de lesz egy új irány, és az mutatja azt, hogyan alakulnak majd a jövőben a dolgok. Itt a Kos jegye mutatkozik, mégpedig ez arra utal, hogy hamarosan lesznek változások, valami lelkesít bennünket, meg lesz a bátorság, és lesz egy új irány. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!